Az Élmény Akadémia nevében Juhász Zsuzsanna Európai Uniós forrásra pályázott, és nyert. Mekkora összeget kaptak, és mire fordítják a pénzt? Civil szervezeteknek lehetséges operatív támogatást nyerni közvetlen brüsszeli forrásból, 50 ezer euró értékben, ami körülbelül 15 millió forint. Azért nagyszerű ez a pályázati lehetőség, mert azt támogatja, amit igazándiból senki más, és amihez nagyon nehéz forrásokat gyűjteni, az, hogy munkahelyeink legyenek, hogy eszközeink legyenek, hogy hosszú távú stratégiában tudjunk gondolkodni, hogy partnerkapcsolatokat létesítsünk, és szervezet fejlesztési célra is használhatjuk. Tehát magát ezt az infrastruktúrát, amit igen, most is használunk, itt egy irodában ülünk, itt fűtés van, itt gépek vannak, tehát erre tudták elkölteni ezt. Igen. Illetve mivel outdoor élménypedagógiával foglalkozunk, az azt jelenti, hogy nálunk a sziklamászás, az erdőben alvás, a magas kötélelemek nagy részét képezi a célcsoportjaink számára nyújtott élményekben. Ezért nagyon komoly eszközökre van szükségünk, tehát karabinerekre, hálózsákokra, kötelekre, mindenféle hegymászó eszközökre, aminek mondjuk darabja 30 ezer forint, tehát hogy ezt mindenképpen mögé kell tennünk a biztonság érdekében. Tehát akkor a bátor embereknek a gyűjtőhelye tulajdonképpen. Éppen ez a szervezet. Igen, és a bátorság is a szlogenünk. Milyen terveik vannak? Mi 2014-ben kaptunk meg ezt a lehetőséget. Ez egy olyan pályázati forrás, ami megújítható, és hogyha egyszer elnyered, és megfelelsz a Brüsszel által végzett auditon, akkor valószínűleg nagy eséllyel indulhatsz egy 3 éves keretszerződésben, és mi ezt a 3 éveset is megnyertük. Így ennek az 1+3 évnek, azaz a 4 éves lehetőségből a második évben tartunk, és rengeteg elképzelés van. Az, amilyen stratégiát felépítettünk ennek a támogatásnak a segítségével, az, hogy non-profitként a civil szektorban is megálljuk a helyünket, mivel pont a mi profilunk az, hogy mi egy képzőszervezet vagyunk, azaz nagyon sokféle célcsoport számára tudunk ön- és közösségismeretet, társadalmi érzékenységet és felelősségvállalással kapcsolatos témákat feldolgozni. Ezért szeretnénk nem csak a non-profit szektorban jelen lenni, hanem a profit orientált cégek számára is szolgáltatásokat nyújtani, abból a célból, hogy egyrészt a szakmaiságunk is megerősödjék más területen is, másrészt pedig, hogy új finanszírozási forrást kapjunk. Tehát, hogy tényleg fenntarthatóak legyünk. Tehát sziklamászást tanítanak cégeknek? A sziklamászás egy élmény, ez nagyon sok magas kihívású élménnyel dolgozunk, de pusztán eszközként szolgálnak, azért, hogy bizonyos eredményeket, hatásokat, célokat tudjunk elérni. Jellemzően kompetenciákat fejlesztünk, szociális kompetenciákat, például kommunikáció, önmagamba és másokba vetett hit, és ez a sziklamászás egy tökéletes eszköz. És ezt mindenki vállalja is? Általában igen, mert abban ügyesek vagyunk, hogy hogyan készítsünk fel egy csoportot arra, hogy egy ilyen kihívást jól be tudjon fogadni, és a maximumán tudja teljesíteni. Tehát egy cég jelentkezik önöknél, hogy szeretnénk megtudni, hogy mi lakozik bennünk, és önök pedig azt mondják, hogy na akkor föl a sziklára, lássuk ki, milyen bátor. Általában a cégeknél nem ennyire direkt az önismereti, meg a közösségi ismereti igény. Jellemzően visszatérő igény az, hogy hatékonyabb legyen a kommunikáció, vagy eredményesebb legyen a profitnak a megteremtése. Ebbe viszont tökéletesen bele tudjuk szőni a sziklamászás, hiszen nagyon teljesítményorientált tevékenység, és ezért ez a cégeknek pontosan egybeesik a saját igényeikkel. És mit tapasztalnak, hogy milyen változásokon mennek át ezek az emberek, akik részt vesznek ezeken a túrákon? Egy nagyobb önismeretre teszel szert, sokkal jobban reflektálsz önmagadra, az apróságokat is fontosnak tarthat. Ahogy kommunikálsz, ahogy mások viszonyulnak hozzá, egy kicsit lelassul körülötted az a környezet, amit eddig talán gyorsan és felületesen szemléltél, és ez a környezet ez támogathat téged abban, hogy jobban megértsd akár a saját céljaidat, vagy valakinek pont az a problémája, hogy nem nagyon tudja, hogy mik a saját céljai, és azok sokkal erősebben bevillannak, vagy az emberi kapcsolataiban lesz sokkal tudatosabb. Hol zajlanak ezek a kirándulások? Milyen terepet választanak? Vadregényes tájakat. Erdélyben is sokat utazunk. A vadregényes alatt azt értjük, hogy az, hogy a háznak, ahol vagyunk, milyen a komfortja, az nem olyan lényeges. És hát jellemzően erdő, szikla, magas hegy közelében, Mátra, Börzsöny, Pilis, és utána Erdélyben pedig Marosvásárhely környéke, Szováta. Nem csak cégekkel foglalkozunk, hanem hátrányos helyzetű fiatalokkal, nagyon sokat gyerekotthonos, cigánytelepi fiatalokkal, tinédzserekkel, középiskolásokkal és nemzetközi szintéről érkező fiatalokkal, akik ifjúsági munkások, szakemberek, pszichológusok, szociológusok, szociális munkások, és az ő képzésüket segítjük elő. A jövőbeni stratégiánk a cégek felé lépés, de mi non-profit szervezet vagyunk.